átadják a Tatabányai Jászai Színházból átalakított bizárd látványpartot. 2005. február 8. A Víg Színházi csata. Az egyik Otello előadáson a nézők felrontottak a színpadra, és meglincselték a címszerepet alakító H. Attila, Jászai díjas, érdemes művész. 2007. szeptember 10. A kormány bezáratta a színházakat. Szeretettel köszöntöm Önöket ezen a mélységesen szomorú és mégis felelemű napon, a Nézőművészeti Főiskola első tanítási napján. Az Antigoné temetkezési vállalatnál voltam funerális versmondó. Majd újabb fél év Tündérhegy. Aztán bohóc doktorként dolgoztam 8 hónapig. Vidámságot a kis maródiak mindennapjaiba. Aztán újabb 3 hónap Tündérhegy. Végül a Rákos rendezői pályaudvaron voltam hangos bemondó. Akár mutass nekünk egy frontális fennakadást. Jó? Hadd fel, Laci. Most nézzük meg! Jó, most nézzük meg, hogy milyen az, amikor a néző jegyét vizsgálva próbál meg behátrálni a helyére. Lacikám farolni. Miért nem szabad pislogni a hivatásos nézőnek? Kérem szépen, parkermódra tudjuk, hogy amint már mondtam, egy átlag pislogás 0,46 szekundumig tart. Mivel a néző közepes filmben percenként 27-et pislog, ez azt jelenti, hogy egy óra alatt 9,5 percig tartja csukva a szemét. Elképesztő alatt, ez annyit tesz, hogy egy átlagos előadás alatt 28 percig van zárva a szeme. Kérem, és a kritikusoknak, hogy van képük kritikát írni úgy, hogy fél órát nem látta